Az egészségügy tekintetében a Jobbik egyik fő programeleme az, hogy tegyék büntethetővé, ha az orvos hálapénzt kényszerít ki a betegtől. Az emberek az elvileg ingyenes egészségügyi ellátásokat csak pénzért tudják igénybe venni, és olyan összegekért, ami már jóval meghaladja az erejüket, véli a jobbikos politikus. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a kórházakban ne a betegek vigyék be a gyógyszereket, kötszereket, hanem ezt alapból adják, ha már a magyar emberek ezért adót fizetnek. És szintén fontos célkitűzésünk az, hogy megvalósuljon az ingyenes fogpótlások lehetősége is, azért, mert Magyarország rendkívül rossz helyen áll Európában, és nagyon sok ember számára anyagi okokból nem elérhető az, hogy milliós összegeket áldozzon a fogazatára, egyszerűen ennyi pénzük nincs az embereknek. De Volner János beszélt arról is, hétfőn a parlamentben tematikus napot fognak tartani, ott pedig szembesítésre készülnek. Az Orbán családnak jó néhány tagjával Mészáros Lőrinc szoros baráti, sőt üzleti kapcsolatban van. Orbán Viktor édesapjával, Orbán Ráhellel magával is, Orbán Viktor lányával, tehát látható az, hogy igen szorosra vannak ezek a szálak fűzve, mi pedig ki szeretnénk azt deríteni, hogy az a pénz, amit Mészáros Lőrinc birtokol, azaz egyre inkább gyarapodó sok milliárdos vagyontömeg, az vajon Orbán Viktoré, vagy valóban Mészáros Lőrincé? Ezért szembesíteni fogják Orbán Viktort azzal, hogy Mészáros Lőrincnek azóta ívelt fel anyagilag a karrierje, mióta Orbán Viktorral szorosra fűzte a családi és baráti kapcsolatait, fogalmazott Volner János.